a pink, meg akkor hát öltöztessük be pink ruhákba, meg pink kiegészítőkbe, és akkor elkezdtünk brainstormingolni a stylist lányt. Srácok, hogy hogy esetleg valaki lemerje lemeri csapni a pink poén, de akkor nem tették meg, jó, oké. Okay. Hogy néz ki Németországban egy ilyen TFCD dolog? Mert ugye ez kvázi, ez, ez úgy indult akkor? És hát az volt a vicces, hogy a stylist is nagyon kreatív volt, meg én is, és szívószálakból csinálta az outfiteket a lányra. Vagy a pasia mondta azt, hogy nem? Inkább, inkább, inkább. Igen, és vissza akarta vonni, de ugye az volt a szerencsém, hogy volt szerződés. fotóztam, és a marokkói kalandjaim is azért uh, szinten külön érdemelne. Uh, ez tiz, minden, Ez most 19-ről beszélünk, akkor kezdtünk el ezzel a lányjal igazából komolyabban dolgozni, és... Uh, Mit hát, csináltál a Marokkóval? Hát igen, az elején nem esett le, hogy minket ott kísérget valaki, aztán egy idő után hát az esett, amikor így jöttek Mindig oda jön. a rendőrök... Aha. Üdvözlünk mindenkit akkor a Content a következő epizódjában, és folytatjuk az interjúnkat Ildikóval. Ha egyébként nem láttátok volna az interjúnak az első részt, akkor mindenképpen csekoljátok le, majd vissza. Most ön majd a fotózás szempontjából ez a, a fókuszált rész, ugyanis Ildikó hozott nekünk rengeteg fotót, amit megpróbálunk belepréselni egy adásba, és egy picit még próbálunk itt informálódni, van. hogy hogyan is lett az Ildikónak egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly németországi szakmából a főállású fotós karriere. Viszont egy gyors bemutatkozást nyomjunk, hogy Jó, mindenki... akkor a mik mikrofonoknál. Sopron Favi És ugye a szokásos műsorvezető társaim. Csapó Gábor. Szabó Viktor és... Szanyi Roland. Sziasztok. 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 Csak hogyha valaki ezt hallgatná el. Igen, 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 Valamilyen oknál fogva. Ott hagytuk abba az előző beszélgetésben, hogy elkezdted egy, egy tanfolyam jelleggel a fotózást tanulni, és az egyik ilyen uh, projekted kikacsintásaként az asszisztensnek mentél el uh, egy, az ominózus pizsoma, igen, pizsoma, igen. pizsoma <laughs> fotózásra, és ott összeboronálódtatok az egyik orosz uh, sztájlisztal. Mm? No, e, akkor van egy, van egy közös nyelv a német, meg a fotózás, az és meg az orosz. <laughs> <a, gül> <laughs> így, van, így van, így van, így van. Igen, és hát nem vágottam be nála ezzel a spasszívával, de... Minden esetre ugye megmutattam az Instagram portfóliómat, és hát mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, de a modellek nem jók, és mondtam neki, hogy mi lenne, ha csinálnánk közösen egy projektet, mert hogy láttam az ő portfólióját, nagyon tetszett, hogy már magazinokban szerepelnek a, a, az ő munkái, New Yorki magazinokba, és, és akkor megálmodtunk egy projektet közösen. És ez volt a cél? Tehát, hogy akkor, de, de már gyakorlott voltál, hiszen megpörgött a fotód a, ugye ezen a német ö, közösségi oldalon, megvették a, az első képedet is, akkor irány a nemzetközi piac. Hogy, hogy, ez, ez volt benne egyébként? Foglalma, vagy nincs, mi volt be. <laughs> Nekem tetszett az, az, ahogy ő dolgozik, hogy milyen profi dolgokat csinál. De álljál, azt mondta, csak odaadta a bögrét. Na, akkor, vagy amit, De megnéztem a, amit az a isten... portfólióját, ah, okay, és okay. láttam a portfólióját, hogy úristen, én is ilyeneket akarok fotózni. Akkor én még nem fotóztam ilyen profi divat, meg kreatív projekteket, egyedül az afrikai lányokat, tehát akkor még az az afrikai lányos sorozatom volt meg, és, és meg ez a 20-as évek, de, de úgy éreztem, hogy ebben még több van és én szerettem volna igazi profi csapattal, profi fotókat csinálni, és igen, az, az, hogy nemzetközi karrier az úgy annyira nem volt bennem, de az, hogy magazin, az nagyon, az nagyon inspiráló volt. És akkor azt már úgy nagyjából most már tájosodik, hogy te nem az alkalmazott fotósként, tehát nem fogsz a karácsonyi fotókat Szó, szó, ne, tehát, hogy ha nem, hanem, hogy te, neked vannak elképzeléseid, lesznek saját ja, persze, projektjeid, jó. és akkor azt fogod megvalósítani. Igen, jó, oké, okay, de a, hol, 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 lesz ebben a pénz majd? Ez, ez majd egy külön. Ez egy, ez egy, nagyon jó kérdés. Ugye? <laughs> a hobbinak nagyon jó. Oké, oké. Okay, és uh, megláttam a, a New Yorki, meg nem mondom melyik, Elements magazinban volt ilyen kiírás, akkor még nem volt kaviár.com, hanem külön kellett vadászni a magazinokat, és uh, minden... Most már van, mihez a kaviár.com? <laughs> hát ott ilyen magazin gyűjtőhely, Igen? És, és ott már mondjuk sokkal egyszerűbb pályázgatni, de akkor még úgy nem volt ennyire, hát úgy vadászni kellett ezeket a magazinokat, és, uh, és az Elements magazin kiírt minden hónapban egy pályázatot, és mindig volt egy téma. És ki volt írva ez a, ez a Black or pink, ez volt a téma, és a, bennem az úgy, úgy, úgy elindult valami, hogy hogy mivel afrikai lányokat fotóztam, a Black, adott volt, hogy Black modellel fog dolgozni, tehát fekete, fekete lányjal, és volt egy, egy nagyon jó fekete lány, akivel én már régebben fotóztam, pont a Facebook csoportban sikerült megcsípnem ezt a modellányt, aki most már jelenleg Londonban top modellként dolgozik, tehát sikerült őt. Felfede, vagy nem azt mondom, hogy felfedezni, de Na, együtt indultatok de el. Együtt akkor. indultunk Aha. el, igen, és, és hát mondom akkor adott, hogy a black az a black, tehát a, tehát a fekete lány, a pink, meg akkor hát, öltöztessük be pink ruhákba, meg pink kiegészítőkbe, és akkor elkezdtünk brainstormingolni a stylist lány. srácokra kikacsingottam, hogy esetleg valaki le merje csapni a pink poén, de akkor nem tették meg. Jó, oké. Okay. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Azt akartam még itt mindenképpen ez, egy, egy pár szót itt uh, színfalak, meg, meg mikrofonok előtt beszélgettünk róla. Hogy néz ki Németországban egy ilyen TFCD dolog? Mert ugye ez kvázi, ez, ez úgy indult akkor? Hát, Ott is vannak TFCD csoportunk, valam. és uh, itthon próbálkoztál egyébként ilyennel? Nem. Uh -huh, nem is tudom. Okay. Nem mert Tudunk nem értéke tett... egyeztetni, Gábor? Hogy tudjuk ezt összehozni? Hogy tudunk egy kis uh, balanszot rakni a kettő közé? Mi lehet a, a különbség? Hát szerintem azt, hogy ott nem gondolja mindenki magát modellnek, az első. De. De. A németek... Szerintem nagy különbség nincs? Nem. A németek borzasztók no. amúgy, mert hát ugye a, a német-németek, lehet, a sváb lányok, azok nem túl szépek, kicsit ilyen... Testesebbek, igen, aha. és... Masszívabbak. Magasabbak. Igen, masszívabbak, és ők nagyon szeretik viszont mutogatni magukat. Ott a cosplay fotózások hm. mennek, hogy beöltöznek ilyen hm. mindenféle ilyen... Az nem is. Gótikus. De akkor aha. még Magyarországon ez nem ment. Főleg ilyen fotózásokra lehetett lá ott találni modelleket, és azért én mazsolázgattam, hogy Nekem olyan modell kell, aki fashion jó, és ugye fashion nem minden modell. Legkevesebb. Igen. igen. Ugye legyen Azt magas. Nagyon szűkek paraméterek, igen. magas. Mennyi? 1007? 170? 170-172. 175? Tölött, 5, tölött igen, inkább. igen. Ö, tudjon fashion, tehát tudjon pózolni. Meg az arcát használni, a legfontosabb. Igen, tudjon mimikázni. Szóval, hogy ö, nem tudom, én akkor én ráéreztem, hogy ki az, aki jó fashion modell, és ki az, aki nem. Ezt úgy valahogy éreztem. De az is igaz, hogy a stylist lánynak már volt. Mifékkor és akkor és akkor lehetett egy kicsit most hát, inkább azt mondom, hogy tapasztalata, Tapasz. a... Tehát, hogy meg már volt, akivel a... együtt dolgozott, és azt igen, mondta rá, hogy... Igen, de ezt a lányt, ezt zergút. a fekete lányt én találtam az egyik Facebook csoportba, és... Én általában úgy szoktam modelleket keresni, hogy elkezdem az Instagramon a profilokat nézegetni, és hogyha látok egy érdekes arcú valakit, én soha nem azt nézem, hogy szép legyen, hanem legyen ülöleges. benne valami. Uh -huh. És ennek ez a lényege. Igen, és akkor Tyra ráírok. Tájra banks -t 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 nézzétek meg, tehát, hogy smink nélkül, atya ah, úristen. Hát azért az, na, de nem. De, de komolyan, tehát szokott is jött posztolni direkt. Lehet, hogy egy kicsit új játszik. Hát jó, most, hát, most, most nézd a korát, és ahogy a... Hogy... akkor nézd, hogy most miért te Jó, jó, ne, nem, 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 nem. No, mindegy. Majd ez egy külön téma lesz. Oké. Okay. Igen, és akkor így rá, én elkezdtem így modellekre ráírni, hogy hello, fotós vagyok, egy fotós projekthez keresünk modellt, és de akkor még nem volt olyan portfólióm, amivel rögtön rám csapnak, hogy ú, de jó. És az volt a szerencsém, hogy ezzel az afrikai lányjal ugye fotóztam az afrikai sorozatomat az iskolai házi feladathoz, és már úgy ismertük egymást, de akkor még ő is kezdő volt, és rá tudtam venni, hogy eljöjjön a, a fotózásra. És akkor eljött, és hát az volt a vicces, hogy a stylist is nagyon kreatív volt, meg én is, és szivoszálakból csinálta az outfiteket a lányra. Tehát a, a szemek köré az a maszk, az uh -huh. szívószából van és befújta a pink festékkel a fülén. ne, az még ilyenkor az, ami fönt van a web az a... ez ezt már látjuk is. Az az, az, az első közös, hát az az első komolyabb projektem, ami magazinba, meg címlapon landolt. Én azt hittem, hogy ez mostani Na, akkor akinek, aki Spotify-on meg átjúszol hallgat minket, az az, a, Meg, benyomhatja a YouTube-on. Nem, a spotify en kapcsolja be a kijelzőjét, mert hogy ott is képpel adjuk, már videóval adjuk az adást. Ja, és nyugodtan a, a YouTube-on az igazi. De... Igen, nyugodtan, mert 720 p a a, a Spotify, de nyugodtan ott is bekapcsolhatjátok. Black or Pink ez a címe. Uh -huh, oké, tényleg azért ez az első igen, ja, és hát ez ja. egy sorozat volt, most nem hoztam el az összes képet, mert ez lett címlap, meg ezzel futottam be, tehát igazából ezt több pályázaton is nyertem ezzel a fotóval. És ez szívószál. És ez hm, szívószál, jó. igen, és hmm. uh, akkor volt egy olyan outfit, hogy a füle köré lett ilyen, nem fülbevaló, hanem így, így rá lett applikálva az is szívószából, akkor csinált egy ilyen... Ilyen nagyon jó felsőt azt is szívószálból, tehát, hogy minden szívószállal volt, és uh, annyira kreatív, meg annyira flóba volt az egész csapat, uh, a sminkes is uh, nagyon jó volt, hogy hogy így, így repkedtünk. Tehát, hogy ez a 10 négyzetméteres kis stúdióban, mert még, még abban a stúdióban vagyunk, ami az iskola stúdiója. Ja, azért ráadásul ezt még a sul is, uh, Ez még a sulis stúdióban, stúdióba, igen, bevittem. Én mindenféle, hát ami vakú volt, azt összeszedtem a stúdióba. Azt sikerült négy vakut összeszedni, és akkor csináltam mindenféle... Nem volt. Mi... Nem, 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 nem Ró, valami... volt egy picit a fényekkel. Igen, és ott játszottam ott jobbra-balra, ott világítgattam ezt azt. És, és, és nagyon jól sikerült, de nem tudtam, én nem tanultam Photoshop retus technikát az iskolába, nem tudtam retusálni. És ezt a fotót egy hónapig retusáltam YouTube videók alapján, hogy ez ilyen lett. Akartam mondani, Azt hiszem, hogy, négyszer, eb ez vagy nincsen, hogy ebben nincsen, hogy uh, ebben nincsen retus. Négyszer mert vagy ötször öt ment, ebben, igen, kezdtem öt újra a retust, uh, akkor hát még nem ilyen, tudtam ez a sekvencia szeparálást, nem tudtam a dodge and burn, szóval, nagyon-nagyon szenvedtem vele, és ugye azért fekete bőr, retusálni. Fénylik a bőre, persze. Fénylik, ráadásul rajta Re, volt mit az teszelek, a pink. Mi, igen, ráadásul mit teszelek, az erősebbek volt. rajta. Igen, igen. Más a textúrája a bőrnek teljesen. Akkor... De, de le, lehet szemben egyébként én is fotóztam a sötétbőrű hölgyet, és igen. Utólag azért rá kell feküdni a retusra nekem ez volt az életem első retusa, úgyhogy... Ez kellemetlen. Ez egy jó mély víz, Igen, igen, igen. Mély víz. Akkor tök jó a külföldi fotós képzés is. Hogyha. Nem tanítanak fotóst. Ilyen alap dolgok. Egy óra volt, úgyhogy a tanár nyomkodta a laptopon, és senki nem tudta követni, és a frekvencia szeparálása értette senki, hogy hogy kell csinálni. Tehát... De ez a szó elhangzott. Elhangzott. Azzal az egy órába. <laughs> tehát az, az, az egy órás, Igen. photoshop benne volt a frekvencia szeparálás. Igen. Well done. Oké. Okay. Ennyi, hát biztos elmondták, hogy ez, ez nem van ez jel, tök jó se, dolog, ez, ez, ez de ez most nem foglalkozik. Meg. meg, mert hülyék vagytok. Így van, úgyse értenétek. <laughs> úgyse értenétek, és divatot meg amúgy se fotózzatok, mert úgyse futtok be. Nagyon durva. Kérdezik. igen. Jó, jó, jó. nálunk a -e, izé volt a Photoshop óra, hogy végigvettük, hogy mit lehet vele csinálni. Tehát Pály. az eszközöket legalább annyi, hogy a szvég. Jó, mondjuk egyébként ráviszel a kurzort, kiírja magától a magyar. Köszönöm szépen. Most már videó is van, igen, még nem volt. Úgyhogy ez okay. kemény. Ez De kemény. mondtad, hogy régi módi fotós tanár volt. Igen, igen, régi volt, okay. Tehát ne retusáld. Ennyire. Ja. Ne, hát ő, ő ráadásul riportfotós, tehát a report fotósok kellene nem retusálnak, ah. ugye? Csak hát a divatba, egy magazinban nem tudsz beküldeni ugye, egy képet, hogy ne legyen hmm. megretusálva. Hmm. Úgyhogy én neki este mennek, és akkor hát ez nem tudom, hónapokig csináltam és az Elements magazinba közben levették ezt a Black or Pink témát, mert hogy mi azért kezdtük el ezt a projektet, ja, mert ki meg volt csinál... írva, Aha. és lement, és már nem volt ez a téma. Na most és mit csinálsz? Na most mit csináljak, és beküldtem ezt a sorozatot ugyanúgy ennek a magazinnak, de már nem ez volt a téma, hanem más volt a téma, valami beauty téma volt, és bevették, és megjelentünk. Jó lesz szóval Igen, és hát ez egy óriási dolog volt, életem első magazinja, New Yorkban ráadásul, Úgyhogy életem első komoly projektje. Mert, mert, ez, a... ez, ez... Ez nyomtatott magazin? Meg lehet rendelni nyomtatva, nekem Aha. meg van otthon, és aztán az újságosnál, most nem emlékszem, hogy pont árulják-e vagy nem, de ez nekünk, ez egy de nekem egy óriási dolog volt, és, és, akkor ugyanezt a képet, meg hát utána már elkezdtünk akkor még projekteket csinálni, együtt ezzel a lányom, mert látta bennem a potenciált, hogy én is tudok neki magazint csinálni, és akkor nem menjen a másik fotóshoz, akivel <laughs> ugye már magazint <laughs> projekteztek. Hát hanem... van, van egy, van egy képet, amit megvettek, egy, Igen. Ö, egy kereskedő, Igen. van egy másik, amiként ö, New Yorki magazinban ma van, de még nincs papírod a fotózásról. Igen, mert azt 17. novemberében vettem úgy Olyan, hogy a magazinban milyen kontextusban jelent meg? Hát úgy volt ugye a magazinban, hogy be kell küldeni, ilyen szabmissionok vannak, és a kiírás, és akkor beküldöd a Ez pot. pedig az a, az a divatra volt akkor reflektálva. Igen, igen, és beauty-ként beauty jelent meg, az négy az. darab uh -huh. képebből. Mert ugye ez olyan volt, hogy volt benne beauty is, meg volt benne fashion is, a fashion azt nem vette be a magazin, csak a beauty részt, és akkor négy képet bevettek és én utána, hogy ez, mert ez a kép, ez címlap lett egy másik magazinba. Én beküldtem az Inspades kanadai magazinba, az egy ilyen divat, nem divat, bocsánat, művész, főleg művész fotó, és festők küldtek be, meg fotósok küldtek be dolgokat, és bele, meg lehetett pályázni hogy interjút készítenek veled, címlap. Tehát te káv... Honnan szediket, szeditek, hogy, ilyen helyekre lehet beküldeni? Nem, nem tudom, hogy Honna, honnan jött. segíts már, aki most ugye, ilyenekben, ilyen projektekben ugye, Google barátod szokták Google mondani. A... Igen, lehet, tehát, igen, igen, Tehát én, én, én a Google-be elkezdtem rákeresni divatmagazinokra, és, és kidobott egy csomó divatmagazin. Na, na te tessék, tehát hogy akkor megvolt az, hogy... Sönök, hogy... hogy hol van esélyed, hogy be, és akkor mindig keresem, hogy... Hol van a kontakt, és hova van írva, hogy hova fogadnak be műveket, uh -huh. vagy, vagy ilyen pályázatokat. Számítsonak hívjuk. Uh -huh. És, és kiírt az Inspadesz magazin egy ilyet, hogy cover Story interjúval mindennel. És elkezdtem oda beküldeni ezeket a képeket, de rossz formátumba küldtem be. Nem, mint, hogy Mert hogy 8,5x11 incses magazinos formátumba kell beküldeni a magazinoknak a képeket, ez egy amerikai formátum, 2550x3300 pixel, uh -huh. és hogyha nem abba a formátumba küldött be, akkor automatikusan rendszer kilök, és nem, nem kerül nem se, ne ne se, ne se, ne 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 se nézik. Így van, hát majd ők fogják, hogy méretre vágni. Persze. Persze, és hát több, több ezer fotós küldi be, tehát nyilván ők ezzel nem foglalkoznak, és én beküldtem, de semmi jel nem volt, meg nem ma minden, és 18-ba észrevettem, hogy egy rossz formátumba küldtem be ezt a sorozatot, és még egyszer beküldtem, de akkor már jó formátumba, és a születésnapom már sosem fogom elfelejteni. Így sétáltam hazafele, és pittyent a telefonom, megnéztem, és Káver Story interjúval Kanadába. És, és, akkor én már itthon éltem Magyarországon, mert 17-ben hazaköltöztem, és az volt az érdekes, hogy ezt a sorozatot, ezt Magyarországon a beküldtem, Ö, és nem vették be azzal a Dumával, hogy Magyarországon fekete modelleket nem Aha. jelenítünk meg magazinokba. Majd ugyanezt a sorozatot... Amit... Milyen év volt ez? 18? 18, igen. Nem, Az azt... nem mondod? De. Ezt így kiverték mondani a telefonba? Igen. E-mailben? E E-mailben, e igen. És akkor én ott... ott, ott hát ez hogy? Hát a szöveg. Kemény. Volt itt találtak, szerintem ez volt azok a... Ez volt, igen, igen. Meg hát nem voltam valakinek, bár mondjuk valakinek a valakia voltam amúgy, mert pont egy barátnőmnek a régi osztálytársa volt a főszerkesztő, tehát még azt sem mondtam. Lehet, hogy pont azért nem. Igen, de valahogy nem, nem, jutottam át a rostán, és mondom, á, jó, nem érdekel engem Magyarország, küldjük be Kanadába, és beküldtem Kanadába, és címlapra került. Úgyhogy ez, ez a az a, a Black or Pink nevű sorozat, ami utána persze a pályázatokon is hoztam el vele díjakat. Úgyhogy gyakorlásként. képnek ez a története. Aha, <laughs> és egyébként van, van, <laughs> valamilyen, <térészzünk>. ja, okay. <laughs> van, van, valamilyen kimondatlan szabály erre, hogy meddig lehet ezeket beküldeni, szóval <laughs> eltelik, mint tudom, hogy tíz év, még akkor hát is attól függ, mert valahol ki van ezt a... írva egyébként, Igen. tehát maga a szabályzat tartalmazza azt, amit egy éven belüli vagy két éven belüli képeket Igen. kell beküldeni. Aha. Vagy hogy, hogy hol szerepeltek eskül, már. Ez is ilyen például egy év. Igen. Valahol már pályázott képet nem küldhetsz be. Nem, olyat, ami, ami helyzet volt. Hát csak igen, az a Mafosz, az az. Ez is tök érdekes, csak a MAFOSZ pályázatra nem küldhetsz be olyan képet, amivel már nemzetközi szinten elértél valamit. oké. Okay. De ez milyen érdekes, ja. nem, hogy nem szinten, hogyha már valamit elértél, akkor Magyarország ne érje vele semmit se. Tehát, hogy miért? Nem tudom, mi köze van, hát, nem mindegy. Én is értem, mindegy, nem is akarok belemenni. Mondom, meghívunk onnan is valakit, és akkor ezt így meg, megbeszéljük. Jó. Jó. Ja. <laughs> Jó. Számon kérjük. Igen. Jó. Következő kép? Következő kép. A... Ez volt a, diplomunked. diplomunkád? nem a diplomunkám, ez egy ilyen iskolai gyakorló feladat gyakorló, volt bocsánat, az afrikai én. lányok. Ez volt a heppe, de bejött neked, és akkor mondtok, ez csak fekete bőrű És Amúgy akkor, nem. De hogy, de hogy annyira megtetszett, tehát ez a két lány... Azért, mert nehéz, mert ez nekem valahogy látom benned ezt a kis német közét hogy... <laughs> nem tudom, nem tudom. Nekem ez az Afrika valahogy becsípődött mm. akkor, és szerettem volna ilyen, tehát hogy Ilyen afrikai sorozatot csinálni, de nyilván nem tudtam elmenni Afrikába, igazi afrikai embereket fotózni, és Németországban nagyon sok afrikai él. Tehát a lányok amúgy Gánából, az egyik lány Gánából származik, a másik Andorából. Valahogy nem tudom már, hogy jött ez az ötlet. Csináltam egy hát ilyen. Ez, Itt az afrikai nem csak azt jelenti, hogy a 17. generációban kerültek országban, hanem hogy onnan jöttek aha, aha, át, okay. tehát ők ott születtek, és mondtam, hogy hozzanak igazi afrikai ruhákat. És hoztak egy nagy bőröndöt, több, több nagy bőröndöt, wow. és így elkezdték kicsomagolni. És így előkerült Afrika abba a tíz négyzetméteres stúdióba, mert még mindig abban a stúdióban vagyunk, aha és, uh, és rohat jó ruhákat előszettek, és akkor ott felöltöztettük őket, uh, mindenféle ruhákba. Uh, összeraktam a két lányt együtt, külön, nagyon jó kis sorozat lett. és uh, A stylist még mindig? Nem volt akkor még stylist, ez még egy, ez időrendi sorrendben, Mielőtte ez volt. előtte ah. volt. Ah. Tehát akkor nem volt stylistom, egy sminkes lány volt, aki ilyen TFCD alapon eljött nekem sminkelni ingyen. Ö, és a lányok voltak, és hozták ezeket az afrikai cuccokat. Tehát, hogy nem volt koncepció, nem volt moodboard, semmi nem volt, ez csak egy ilyen öröm. Ott, 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 öröm on the fly, azok. ahogy előkerültek Aha, a ruhatarabokat egyből, igen. jött a viklet. És akkor ezt én meglőttem ezt a sorozatot, és beraktam a fiók legaljára, és nem mutogattam senkinek. Hm. Tök érdekes, hogy 2020-ban az Eiffelt Jánossal, amikor elmentem egy ilyen mesterés és tanítványai estéjére, képelemzésre, akkor került elő a fiókból ez a sorozat. De akkor te már voltál a tanítványa? Hát, én nem voltam soha a tanítványa, hanem én beestem egy ilyen, ez is tök érdekes, hogy a sors miket hoz össze, már fogalmam nincs, hogy ki mondta, hogy az Ejfett Jánosnál vannak esténként ilyen képelemzős programok, de én nem is tanultam nála, nem voltam soha a tanítványa, hanem valahogy valakivel, 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 valakivel elmentem erre az estre, és mindenki vitte a kis USB kis cikkét, és akkor mutogatta, hogy, és akkor képelemzés volt, és én olyan mondtam, hogy nem mutatom meg a képeimet, hát itt olyan képek kerültek elő, hogy ilyen úristen, ilyen művészkép, táncos képek, hát minden, amit akarsz, így photoshoppal ilyen teljesen én agyament képek, én meg a kis ilyen divatfotóim, mit keresek én itt? És akkor a legvégéig vártam, amíg már mindenki hazament, és akkor mondtam, hogy hát... tényleg, tehát megvártad, hogy kimenne? Megvártam, igen, aztán egy ember maradt, meg a János, és akkor mondta, hogy na jó, Ildika, akkor mutasd. Mondom, én ezt nem merem megmutatni. Ja, ne mutassam már, meg is és megmutattam. És, és, hát mondta, hogy úristen, hogy nagyon jók. És hát nekem ez egy nagyon nagy elismerés volt, mert ő volt az első ilyen szakmabeli, aki azt mondta, hogy ez hát neki nagyon nagy neve van a szakmába ugye most már Balogh Rudolf Díjas fotográfus, művész, és, és ő mondta azt, hogy az én képeimmel álmodik. Mert hogy utána, amikor legközelebb találkoztunk, akkor mondta János, hogy, én az, hogy ne szórakozzak már, hogy nem akarom megmutatni, az én képeimmel álmodott. És hát ez nekem az óriási dolog volt. Hát. És ez az, az afrikai lányokat ő rögtön ki is mazsolázta, mondta, hogy hát ez nagyon jó, kezdjem el beküldeni pályázatokra, és én akkor kezdtem a fiapályázatokra pályázatokra beküldeni, és aha, ezekkel aha. taroltam, tehát hoztam el díjakat. Tehát ezeket az a futottak még kategória, még a gyakorló időszakban. E, hát ez, aha. Igen, igen, ez ilyen kis, kis, ilyen kis gyöngyszemek vannak igen, itt igen. Ott. Igen. Szerintem itt próbáltam ki először a vakukat. Hogy... <laughs> Jó lett. <lesz. gül> igen, igen, igen. Úgyhogy ennek ez a története ennek az afrikai sorozatnak. És hát azóta is, hogyha beküldöm, azért a fiapályázatokon most már az fiap titulust idén adtam be, mert tavaly lecsúsztam a határidőre, mert tavaly volt, amúgy már az FIAP is megvan, mert először jutottam a pontokat, hmm. és ezek ezekkel az afrikai képekkel elég sok pontot szerettem. Lesz majd még időnk, a végéről, ezekről beszéljünk majd még, Jó. de most menjünk, menjünk át Jó, akkor menjünk a, a fotókon. Van itt, van itt egy következő kép. A red Shoes, a piros cipős lány, uh -huh. ez is egy nagyon-nagyon vicces sorozat, ez 2019-ben. Ugye ezek sorozatok, mert hogy én mindig tíz képet, tíz képből álló sorozatot készítek, mondja a Divat mi sztorit mesélünk el, ugye a fashion sztorit, de most itt csak egy-egy képet hoztam, mert mm, hogyha elhoztam a... volna mind a tizet, akkor holnap után évfélig is itt műnénk, szerintem. Adást, Igen. Úgyhogy, de ezt azért hoztam el, mert ez a kép bizonyítja azt, hogy teljesen mindegy, mivel fotózol. Én ezt a D5200-as kis Nikonommal fotóztam, százas izóval, egy rendszervakúval, amit leszettem, és 60 60 as Godox softbox egy vakus beállítás. Éppen ide balra raktad? Igen, és egy nappali, tehát ezt egy nappali, a a nappaliába fotóztuk, volt egy ilyen vintage tapétája a jobb oldali falon, a, talált még egy tekercset, azt ráraktuk a baloldali falra, meg a padlóra, és én ezt úgy fotóztam, és a széket a bolha piacról hozta el, szerzett egy piros szipőt, szóval, hogy ő megstylingolta a lány, de hogy gyakorlatilag, amúgy ez egy orosz lány, gyakorlatilag ez annak, tehát, hogy nappaliba is lehet egy elég rossz equipmentel, ilyen fotót lőni. Sose a gép számít, meg sose az objektív számít, mert Én. hogyha tudod az objektívnek a határait, meg tudod a gép határait, akkor tudod, mit szabad vele csinálni, és hogyan. Hát és jó, és... meg nem az itt ízlésesen vannak összevállogatva hát, dolgok, igen, szóval nem mondjuk azért, mondjuk az 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 egy átlagos nappaliba, ott a sarokba Nem is az a lényeg, hanem, hanem, az, hogy van egy jó modellje, az már hogy magában nagyon sokat számít, és ott hát egy nagyon jó stylist hozzá, hát igen. aki tudja állítani magát a képi világot hozzá, igen. és kell a fotós, aki ezt meg tudja világítani. Most nyilván ez kell egy technikai tudás, igen. az elén nagyon sokan próbálkoznak, és ha van hozzá egy pici szép érzéked, uh -huh. meg mondjuk technikai eszközeid azért mondjuk vannak, mondjuk gondolok most egy rendszervakura, akkor azért az a sok mindent meg lehet csinálni, sőt én erre egyébként alap, alapvetően is, hogy ha egy rendszer akkor mindened van. Tehát, igen. Hát én évekig azzal fotóztam, ugye nem volt pénzem rendes vakukra, és amikor utaztam ugye az utazásokhoz, az összehajtható kis Godox, kis szobboxom, a kis rendszervakum, és én Marokkóba is úgy fotóztam végig egy darab rendszervakúval egy komplett fashion editoriált. És hát ennek a képnek még az, a, az a, ez is valahol már díjat nyert, mert azt hiszem ezzel is hoztam el egy-két ilyen medált. Meg, megjelent ez is New Yorki Magazinban. Tehát ezek a fotók mindegyik magazinos képek, de ami még a, a ennek a képnek még a hozzátartozik a történetéhez, hogy én nekem nem volt pénzem komoly ö, objektívekre, és egy 50-es objektívvel toltam végig az összes festőnök. Igen, tavaly évig, amikor is megvettem az első zoomos objektívemet, mert már volt -e rá 1600 euróm. Tehát, hogy egy 50-es kis uh, portré objektív, vagy nem tudom, minek nevezzem. Jó, de gyönyörű. Tehát azért, lehet, f 2 után már tök mindegy. Németországban azért, amilyen pozícióban te voltál, ugye, egyetemű diplomával, azért én úgy képzelném el, hogy gyakorlatilag egy, egy hétvégi, nem tudom, izéből kik, kiköhögsz egy rendeszettet vakókkal együtt, Hát igen. Na, na nem, vagy nem akartál erre szenni, vagy mi volt? A... Hát ugye én elbuktam egy svájci frankos ö, ja, és lakást, a, ja hogy neked volt egy nagy terhed, amit is. És, és hát meg hát azért a lányomat el kellett tartani. Uh -huh. Tehát valahogy így én nem költöttem ilyen, ilyen komoly equipmentre. Aztán persze, amikor a full frame-re áttértem, akkor, akkor az egy nagy lépés volt. Vagy csak úgy érezted, hogy neked ez még nem jár. Igen. Ugye, úgy. inkább ez, ez, lesz, Lehet, vagy... hogy, ez igen, igen. Én még csak tanulgatom, van, itt nekem még nem kell ide Hát igen. most erre költsek több ezer eurót, hogy én... Annyi minden van még, és itt a a És nappaliba. A vörök is mondták, hogy -e, úgy lehet megélni. <laughs> igen, igen, igen. Oké, mm, oké. Okay, okay. És hát ez a 50-essel, ugye ennek a sorozatnak van egy párja, azt nem hoztam el, Ö, gyakorlatilag létráról, fölülről kellett fotózni a lányt, de nem fértünk el, mert az 50-esben nem fért bele, és hát ez egy ugye nappali volt, 270-es belmagassággal, fölálltam a létre legtetejére, és így föltartottam a kamerát a plaforra, S És valami valamit csináltam, valamit egyet, Megnyomtam, aha. igen, és úgy fért bele a lány, és amúgy sikerült a kép, tehát jó lett. Hm. De hogy azért itt voltak ilyen határok, hogy a korlátozó tényezők. Korlátozó, igen. Hm. igen. És akkor a következő kép a Plastic Or Fashion ezt 19-ben lőttem, szintén egy családi házba <laughs> fotóztam. Én nagyon mérges modellt kellett fotóznod. <laughs> Igen. Te dühítetted fel. Hát ennek a képnek van egy története. Én kitaláltam, hogy ez már a művilágnak egy, ugye a fotókiállításom 2020-ban volt a művilágos fotókiállítás, akkor én még nem tudtam, hogy ezt kiállításra fotózom, hanem kitaláltam, hogy csináljunk egy fashion editoriált, ahol a, a divat ellen. Kontra Aha, természet. Aha. Igen, hogy a, hogy a műanyaggal, meg az állati, akkor nagyon mentek 19-be ezek az állati print, mintás ruhák. De gondolom ezt is akartad, tehát, hogy itt belevisszed a szimbolika, szimbolikaként igen, a, igen. az állatokat és igen. a műanyagot együtt. Igen, igen, és akkor vagy betonnal fotóztam, vagy kővel, vagy, vagy zöldel, de voltunk Németországi szeméttelepen is fotózni, és ez volt az első sorozat, amit ebbe a témában lőttem, és azt gondoltam, hogy hát ez egy tök jó fashion editoriál lesz, beküldjük valahova, és aztán annyira megtetszett ez a téma, hogy még öt ilyen hasonló téma, tehát ebbe a témába még öt sustainable fashion, tehát ez a fenntartható divat témába még öt ilyen sorozatot lőttünk. De ez volt az első. Ez Van az ilyen egy... egyébként? Te, hogy nőként, hogy látod? Hát... Ö... Te is bemész egy H&M-be, vagy? Én most már elkezdtem rá figyelni amúgy. Okay. Tehát Németországban ugye a környezetvédelem azért előrébb jár, mint nálunk. A fejekben is, tehát nagyon fontos, Igen. tehát hogy a tényleg nem, nem, előírások meg rendeletek szintén, nem is Igen. beszélek a, a, a hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, tényleg egy mindennapi... napi benne van az emberek fejében, hogy a választásokat, a döntéseket hozol napközben, meg mit vásárolsz, meg hogy, hogy miket, milyen, miket teszel, ez már beleívódott, és ez a tök jó dolog. Igen, és már a kisgyerekeknek is ezt tanítják az iskolába, hogy hogyan van a szelektív hulladékgyűjtés, ugye nálunk csak pár éve tanítják, van. Tanítják, de ez inkább benne van most már a benne. fejekben. Igen. Aha, tehát igen, hogy... igen. És akkor vannak ilyen ruhaboltok is, ahol most már ez az újra feldolgozott ruhák vannak, mert ugye azért azt tudni kell a divatiparról, hogy nagyon környezetszennyező. Minden az összes, összes oldalon. Tudom, Igen. hogy vannak ilyenek, hogy vidd vissza a régi ruhádat, és akkor többi, de nem tudom, hogy ez a gyakorlatban ez Álta. jelente bármit is. Mit akarták kérdezni? Én csak mondani akartam, hogy nyilván itt Magyarországon más, mert ott Németországban jobban is élnek, és akkor van idő azzal foglalkozni, meg kapacitás, hogy a környezetet is véd. De szerintem ez mindset kérdés. Nem, nem. Hát jó, hogy csak itt, itt, hol, itt amíg még fenszik. sokan azon is gondolkoznak, hogy mit tudnak megvenni, nyilván nem fognak Én azon gondolkozni, hogy most honnan vegyenek ruhát. Igen. És hát ez erről még azt kell tudni, hogy ez a modellány, ő nem értett, tehát hogy megcsináltuk ezt a sorozatot, hát bekötöztük, így, így ebbe a műanyagban vannak ennél durvább képek is. Ez, várjál, ez, ez még kint volt? Igen, ez Aha, kint okay. volt, és ö, hiába írtunk modell szerződést, kitalálta, miután a magazinban megjelent, hogy neki ez nem tetszik, vonjam vissza, mert ő ezeket nem akarja felvállalni, ezeket a képeket. Igen, mert hogy ő pszichi valami pszichiátrián dolgozik, és ha a betegei meglátják, hogy őt így, összekötöztük. Kötözgetük? Igen, az, 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 neki nagyon rossz. Tehát de, viszont ott ennek van egy üzenete azért. És ez emiatt, ez emellett sem akart ezt fölvállalni? Nem. mi, hm. mitől ő... ilyet meg szerinted? Mi volt a... Hát, volt egy olyan kép, ez, ez most nem hoztam el, Aha. ahol hátra van kötözve a keze, állati bőrbe van beöltözve, nem tudom. Tehát nem tudom megmondani, hogy, hogy neki ez így nem, valami nem tetszett, vagy a pasia mm -hmm. mondta azt, hogy nem. Inkább, inkább, inkább. Igen, és vissza akarta vonni, de ugye az volt a szerencsém, hogy volt szerződés, a magazinból nem mm -hmm. tudott visszavonni. Hogy, hogy néz ki ez itt Németországban? Te beadsz egy, egy magazin képet, akkor te egyébként, mivel, hogy Mérnökként álltam hozzá, és ugye miért volt ez a szerződés, vagy pedig már is követelte a magazin, hogy amikor beadsz, akkor ez a csatolnod kellett uh, mindenki, mindenki Van kellett, olyan persze. magazin, igen, aki Aha. kéri, uh, nem mindegyik magazin kéri. Uh, viszont, nem Kérik. Igen, nem mindegyik kéri, most már nem kérik. De ez csak online magazinoknál van, mert ők vissza tudják vonni azonnal, nem? Általában Gondolom, ott van, hogy ajánlja, és ott van a formula, tehát sajátjuk van akkor. Aha, és illik feltölteni. Csak mondom egyébként GDPR-t, hiába írja a lenszerződést. Németeknél Ha ő azt mondja, úr. hogy nem, öt év múlva, akkor a, nem tudom, ki kell ezt a lapot a magazinból. Ja, hagyjuk már. Teljesen agyament egy világletes. Köszönöm. Hát a németeknél ez a, ez a GDPR, ez még szörnyűbb, mint Aha. nálunk. Tehát nálunk most jött be, a németeknél viszont nagyon, tehát nagyon-nagyon durva. Tehát az utcán nem fotózhatsz le senkit, beperel. Ott mindenki mindenkit beperel rögtön, mert mert ott nem, nem, meg tí, igen, nem öt meg tíz év egy per, hanem pár hónap. Mindenkinek van jogi biztosítása, ezért már akkor beperel, ha a, kutyád a szomszédba. Mert zavarod őt az alvásba, tehát a német társadalom ebből a szempontból kicsit más és ugye emiatt fotósként nagyon nagyon oda kell figyelni hogy mindig legyen szerződés én szerződés nélkül már nem is fotózom soha ez kell, egy alapszabály, mert és még és még, akkor már most gondoltam át a szerződéseimet mert ugye ez a, ezek a szerződések ezek TFCD szerződések arról szólnak hogy a portfólió de amikor már eladsz egy fotót az már kommerc tehát az igen, már aha meg, meg ha megjelenik egy magazinban aha igen, igen, és, és most pont volt egy ilyen, hogy hát ezek a modellek, tudod, ha meglátják, hogy hogy te mondjuk ilyen jó képeket csinálsz, és el tudod adni, akkor hát 50 ot kér. És akkor mondtam, hogy ne haragudj, de miért kérsz 50 ot Én fizettem a stúdiót, én fizettem a ruhákat, mindent én fizettem. A smit de a második második én dolgoztam van, aha. vele, én találtam ki a koncepciót, te de miért hát jó, 50 ot Igen. És pont volt de egy bocsánat, ilyen. ő a képen volt, te meg csak nyomt egy gombot. Igen. Ez, 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 Igen. Hogy, hogy gondol, egy örülj neki, hogy de me, me, it, meghagy it, neked ötvenet. De te itt, te, itt a társadalom a hibás, meg azok a jogi uh, személyek, akik uh, ugye megalkotják a politikusok a jogi dolgokat, mert miért... Uh, van egyensúlyban, egy TFCD projektben, vagy akármilyen projektben azt tudja a képen szerepel, meg az, amit te beleteszel. Tehát ez alapvetően nincs egyensúlyban. Nincs, nincs, nincs egyensúlyban, mert erősebb az alkotói jog, viszont ha ő azt mondja, hogy. Nem, nem erősebb vissza, az alkotói jog, az ő, ő joga A személyiségi jog viszont, akkor ezt le kell szedni. De, nekem nem a képet, azt te nézegetheted. De, de nem azért csináltam. Tehát itt van egy ugye ja, én és le is kötöm, hogy semmi akadály nincsen, le tudom szedni, mm. viszont van jogi vonzata, pénzügyileg, az pont. Valakinek tetszik, akkor leszedem, kifizeti. Hát ez is egy magazinba, hogyha megjelent már egy fotó, a magazin 100 dollárt kér, hogyha vissza akarod vonni. Tehát a, még neked kell fizetned a magazinnak, hogy visszavonja ugye a képet, ha visszavonja. Mert nyilván nem érdekük, hogy visszavonják, hát ez tök ki mindenkinek. <hállt> Úgyhogy ez a kép maradt. Mi van egy nyomtatottnál? Tehát valaki meggondolja, hogy... Semmi visszahívják. Kit volt, ilyen nem Két, még a... 2017 playboy megjelentem címlapon, és most nem akarom. <gül> <gül> kellemetlen. Volt, 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 ilyen, minél adás után. volt ilyen nemrég a forbes volt egy balhéja. Igen? És Amikor a... a volt, ugye? Ott, ott, azt hiszem visszahívták a magazint, és kiadták újra. Hát ez, figyelj, már maga botrány. De ott a volt, ott, ott a top magyar azt hiszem 50 vagy 100 leggazdagabb ember közül az egyik mondta azt, hogy ő nem szeretne a lenni. És azt hiszem vissza is hívták a magazint, szóval én úgy emlékszem, hogy visszahívták, és utána kiszedték a nevét. És úgy adták. Oh De most kanyarodjunk vissza hozzá. Igen. Okay. Szóval ennek, ennek az, a, az a sztória, és akkor ez a sorozat, hát ez nagyon sok témában... Most nem lesz baj, hogy most ebbe az adásba szerepel ez a kép? Nem. <laughs> okay. mi nem hívjuk vissza van szerződésem <laughs> nem, hogy portfólióra használhatom és okay. amúgy ez a kép és a kiállításon is <laughs> szerepelt a művilág kiállításomon tehát ez azért, azért ilyen híres kép uh -huh. nem mondanám híresnek, de hogy igen Egyébként ki tudjuk utólag blőrözni. tovább. Szóval. Ne vagyok ott YouTube-on. van juta. ilyen. Német Jó. a modell nem ért magyarul, úgyhogy Ennyi. szerintem. Ja, de itt nem. Mindegy. Mind nem söpörjük a jogokat a szőnyeg alá, van szerződés. De van szerződésünk. Okay. Hú, szerintem. van itt egy a következő képünk, hát ez nagyon aranyos. Mesélj erről. Megint áll itt viszont állatok szerepelnek, ez, ez műanyag vagy nyomtatott, vagy? Ez egy, hát ez nagyon jó volt. Igen, ezek pont műanyaghalak. Uh -huh. Szintén a Stylis nappaliába vagyunk. kihortuk a bútorokat a nappaliból. Ez egy aranybánya, ez a, ez a Stylis. Jó, hogy össze. <laughs> hát most már nem dolgozunk együtt, mert összevesztünk 2020-ban, de uh, akkor még jobban voltunk. Ja, majd erre van mindenképp. Azért erre, erre hagyjunk időt. Jó. Uh, szóval kihortuk, ott tartunk, hogy kihortuk a nappaliból az összes bútort, és uh, én nem tudom, hogy a magyar az az autóban van ez a hogy hívják, segélycsomag, vagy mi az a piros doboz. Ez segélycsomag. Igen. Ne, ez az a, a melegítő fólia? De ez az, ez tényleg. Az, és, és, az egyik oldala arany, a másik oldala ezüst, tehát duplán lehet használni fotózásokhoz. Ez és... hát ezt kinek, kinek jutott eszébe? Szerintem ez közösen jutottunk be, és összegyűjtöttünk ismerősöktől hat ilyen segélydoboz, ilyen első segélydoboz, mert hat ilyen fóliát kiszedtünk belőle, és betapétáztuk az egész nappal ilyen fóliával. Élő halak is voltak ebbe a sorozatba, most pont nem azt a fotót hoztam, az akváriumból <laughs> kiszedtük a, a halakat. az akváriumából. <laughs> a az akváriumából. A pasiának az akváriumából, nem örült nagyon a, a barátja. Voltak ilyen nagyobb halak, kisebb halak, meg szereztünk műanyag halakat, és akkor egy ilyen ö, halas fashion editoriát csináltunk aranyruhákkal. De fotózás alatt egyetlen állatnak sem lett baja. Nem volt meg De pedig oké. beleraktuk ilyen pohárba is, mintha inná a, a pohárból a uh -huh. halat, tehát a halas poharat, meg ö, volt olyan kép, ö, azt most nem hoztam el, mert nagyon sok ilyen kép van, hogy így van egy ilyen, ilyen kis kerek akvárium, benne van az élőhal, és akkor a a lány meg így hasal, és akkor csak a szeme látszódik, és alatta meg az akvárium. Ezt azért hoztam el ezt a képet ebből a sorozatból. Ez a hónap fotója volt, meg nem mondom mikor, 2020-ban talán, amikor volt ez a Budapesti Fotónapok, vagy vagy Fotós Fesztivál, vagy valami ilyesmi volt, és ez a hónap fotója volt, és ezt a képet választották be, és ezt azért hoztam el ebből a sorból. Ö, igen, és akkor kitapétáztuk a nappalit, hm. és én elővettem a kis rendszervakumat a 60-60-as godox és még mindig a D5200-as kis kamerával, és az 50-es Obimmal. A jobbra raktátok a vakut. Itt már jobbra raktuk. Igen, tehát, nem, igen, tehát egy vakúval nem lehet annyira azért csodákat művelni, de igyekeztünk. De lehet, azért igen. Jó igen, igen, és a, ez, ez onnan, onnan híres, és ez a lány pedig szintén egy orosz modell. Hogy lettél lágy a fény? a, 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 a háttérről is visszaverődik. Háttérről visszaverődik, és aha. ilyen aranyszerűen, tehát ugye meg... És akkor a sminkje nem is arany, hanem az a fény miatt van? Ez hogy volt? Vagy az Ö, ar ar arany. Aha, az állán az nagyon arany. Vagy ez Photoshop volt? Vagy? Nem fo ezen nincs Photoshop. Ezen nincs Photoshop? Ez Egyáltalán? Szerintem nincs. Lehet, hogy egy kicsit frekvencia szeparáltam a bőrért. Azt, Azt is akartam frekvencia. kérdezni, mert annyira... annyira nem, nem, igen, tehát finomítottam a bőrén, de nem nyúltam bele Photoshopban, Tehát uh -huh. ez így, ilyen. Ez több szempontból is nagyon, nagyon beteg, igen, tehát hogy ez így. A, a, a bőre is ilyen androidosan csillog, főleg ezek az aranyal, a nyilanyag a halak, amint a szeme pont, ez nagyon, igen. nagyon creepy, nagyon igen. creepy. Hát itt jobb lett volna élő halak, csak nem akartuk, hogy meghalljanak ilyen uh -huh. halak, meg hát a németeknél ez az, az állatvédelem az. Meg azt fog meg közbe, tehát hogy így. <laughs> ah. Igen. Igen, igen, úgyhogy ez, ez igen. a műanyag része volt igen, a műanyag halas rész. Na, következő. következő, hát. ezt azért hoztam el, mert ezt a sorozatot Marokkóba fotóztam, hát, és a marokkói kalandjaim is azért uh, szerintem különadást érdemelne. Uh, ez tiz, minden ez most 19-ről beszélünk, akkor kezdtünk el ezzel a lányal igazából komolyabban dolgozni, és. Uh, Mit hát, csináltad a Marokkóban? Hát igen. Szóval, hogy felhívott engem ez a stylist lány, hogy... Azt hiszem, kiküldött a cég és ezért kellett összerakni ilyen csöveket. Nem, nem, nem. Akkor már itthon dolgoztam Magyarországon projektmenedzserként, és felhívott a stylist lány, hogy Marokkóba van, mert van barátnője ott van, meghívta. És Ildi, neked ide ki kell jönnöd, mert ez egy fantasztikus hely, rengeteg ilyen, ilyen palotta van, ilyen riázó, csempékkel kirakott, tehát tényleg egy mese, mese, hely és csináljunk itt fashion editoriát, gyereki és, 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 és vettem egy repjét és kimentem. Többször voltam kín, azt háromszor abban az évben, vagy háromszor, vagy kétszer, nem emlékszem, azt háromszor mentem ki. Elég sok sorozatot lőttünk, de azt tudni kell Marokkóról, hogy azon a héten, amikor kimentem, akkor ölték meg a két német turistát az Atlasz hegységben, és én egyedül mentem ki nőként, mert ő rabadban volt, az éjszakon van, kaszabanka fölött éjszakra, de Marakesbe száll le a gép, és Marakesből Rabatig el kell jutni valahogy, hát egy vonat megy egy nap. Az meg tömve. Az meg tömve, ilyen benszülöttekkel, és felszálltam a vonatra, de éjszakai vonat volt, ötkor indult, és én éjjel három körül ért oda Rabatba, így fogtam a fotóstáskámat. Jaj, csak a fotóstáskámat ne lopják el. Nem azt, hogy engem megölnek, vagy valami, nem, csak a fotó a fotó bekendőztem magamat ilyen, mintha csadoros lennék, mert ott csadorba ültek nők, meg ilyen fura, fura fazonok, és így ültem a vonaton, természetesen nem aludtam semmit, éjjel háromkor kiszálltam a vonatból. Úgy ezt egyébként, hogy őt életveszélyben vagy? A fura volt. Tehát, euh, nem fúld a fejedben, hogy mire jöttem ide? Mm, én nagyon sokat utazom, rengeteg helyen jártam, de ez volt az egyetlen olyan ország, ahol... De azt hírek miatt, éreztem. hogy pont, pont azért hát, összeesett és igen, igen, igen. igen, és, igen, igen. Fejben, aha, aha. Igen, és, és olyan, nem volt komfortos nőként uh -huh. egyedül ott mászkálni. Tehát, hogy valahogy ez volt az egyetlen ország, ahol életemben... Ö... Volt, volt már ilyen egyéb... Na, akkor nem, nem, volt, nem volt ilyen fajta... Nem. Uh -huh. Azokkor, Pedig... mert voltál ott már többször marokba. Voltam többször, Aha. igen. Kambodzsában is voltam, meg Vietnamban is voltam, ott se éreztem magam ennyire bizton, nem biztonságban, de ott valahogy nem nem volt meg ez a biztonság. Ez egy, ez egy fontos, és sajnos kell róla beszélni, hogy azért Igen. nőként teljesen más ütözik az ember így a világban, főleg, hogyha ilyen egzotikus helyekre megy el, mert nem mindenhol Európa van, és Igen. valamit azért nektek így azért nem szabad, meg nem nézik el jó szemmel, hogy itt egyedül meg. Hát ott én. meg ugye nem nagyon lehet egyedül nőként, azért ott a pasikker kísérgetik a nőket, bár nem Szaúd-Arábiáról beszélünk, és meg volt beszélve, hogy éjjel háromkor a stylist lány vár az állomásom. És nem volt ott senki. Megérkeztem éjjel háromkor. Rossz helyen szálltál le? Nem, jó helyen szálltam ha, le. Ott állsz az üres áramáson, hajnalban, hajnalban, egyedül műként, Igen, okay. és 5%-on volt a telefonom. És most mi a szart csináljak? És ö, azt rontottam el, hogy nem vettem szimkártyát, mert Marokkóban nem működik az európai szimkártya, de ezt ő se tudta, én se tudtam. Hívtuk egymást, de nem csörgött ki, meg nem tudtuk elérni egymást. Hát te nem mentél ki, akkor minek menjen ő is ki egyedül nőként az állomásban? Igen, és ö, ott. Ez lát... volt egyébként, tehát hogy ő meg azért ö... nem ment ki, mert nem ért el téged? Ö, igen, és ott álltam ilyen háromkor, a kis fotós táskámat is szorítva magamhoz, bekendőzve. Most mi a szar, csináljak, holnap kilenckor fotoshooting van, ö, de hát valahol aludni kéne, az állomás bezárt, sehol egy lélek, ö, nincs, nincs szállásom, telefon. nincs szállásom, mert úgy volt, hogy a, a lánynál alszom, Aha. és kijön elém a telefonom 5%-on van, hát ott már átsorogtam ott, de hát azért nem volt olyan komfortos érzés, fél órát, egy órát ott álltam, nem jött senki, nem tudtuk elérni egymást, már a telefonom elkezdett merülni lefele, mm. hát mondom, no, basszus, most lemerül a telefonom, akkor vége van, és az volt a szerencsém, hogy állt benne egy taxi, a, valahogy nem tudom, ilyen háromkor, akkor már három-négy óra volt, állt benne egy taxi a, az állomáson, de ezek nem beszélnek semmilyen nyelven, csak arabul, meg franciául. Na most az én arab és francia tudásom az egyenlő, az még rosszabb, mint a orosz. Ja, a ho hotel taxi megy, nem? Igen, 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 és hát nem volt túl. Hotel hát, taxi ilyen... fotó. Tehát, hogyha emlékszünk a Star wars a csubakkára, meg erre a, ezekre a csuhás emberekre, hogy világít a szemük, és ilyen csuhába vannak, ilyen beült a taxis. Oké, Tehát ilyen csuharúba volt rajta. Ilyen, ilyen sötét-piros szemű effektus miatt. <gül> 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 és akkor én oda mentem a taxishoz, és mondtam, hogy az első hotelbe vigyen el, és elvitt az első hotelbe, becsekkoltam a hotelbe, hát ez télen volt, február, január, február, elég hideg volt, náluk nincs fűtés, úgyhogy téli kabátba aludtam, meg magamra húztam az összes zsúnyát, nincs, nincs, ők nem fűtenek. Hát ilyen 16-17 fok volt a, a szobában. De ott náluk annyira nem durva a tél, hogy nem fagynak el a csövek? Vagy tud, tud erről valaki valami? Marokkóban mondani? abszolút nem. Aha. Nem, nem. Csak, Csak annyi van, hogy bent is 17 fok van. Nem? Aha, igen, Aha. igen, igen. És akkor becsakoltam a szobába, ott bedöltem az ágyba a kabátostól, mindenestől, majd csörög a telefon, és sírva hív a stylist, hogy úristen, hol vagyok? Azt hittem, már feldaraboltak, megöltek, nem tudom, én mi. Mondtam, hogy ne iszkuljon, van egy, van szállásom, holnap kilenckor találkozunk a fotoshootingon. és így, így indult a marokkói kaland. Szóval, hogy tudott már hívni akkor ez a... Valahogy szerzett egy másik szimkártyát, vagy, vagy messengerrel, már nem tudom, mi, valamin elért. Ó, volt wifi. Oh, vagy wifi, vagy valami volt, igen, akkor már rátettem a töltőre a telefont, és akkor így indult a marokkói kaland. Szépen kipihenve, kipihenve kis négy tarcol. óra alvás után, reggel nyolckor megjelent Azért a, a fotoshootingon. Hát, szerintem nem <laughs> sokat. És ugye oda kellett találni a helyszínre, de azért. Hát igen, csak a taxisok azért furák ott. Tehát főleg nőként, akkor ott rögtön lehúzzák az embert pénzet, de valószínűleg taxival mentem, már nem emlékszem. Budapesten is ilyen. Igen. És akkor ezt a Pasikét képet... is lehúzzak, látni, hogy nincs nálunk diszkrimináció. Ezt, ezt a képet amúgy nem akkor fotóztuk, mert reggel egy riadba fotóztunk, ilyen gyönyörű csempék voltak, azt nem hoztam el. Ezt a képet aranyórába fotóztuk délután, Hát azt kell tudni róla, hogy így nem jelenhet meg modell az utcán. Én ezt nem tudtam. És ö, olyan fura volt, hogy kísérgetett minket egy ö, pasi, mindenhova jött velünk. Jezd, Mármint, vagy. hogy itt az, hogy ki van a válla, Persze. meg ja, nincs, 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 szabad nincs az arc. rajta csador, meg Aha. semmi, és ezt így az utcán... Meg fénye... ez itt a, hát a, 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 Mária, ez, 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 ki kiszervezte a fotózást? Milyen fotózás volt ez? A stáliszt. ez is egy tfc ez, Vagy Hát hogy? ez ilyen szabad projekt volt, így a magunk körömére, és a, a Gyere, gyere, ki van itt egy lányzó, jó fej, és akkor elbeszélget. Ez egy arab modell volt. Idői modell is. Ő modell volt, és akkor... akkor tudott minden szabályról. Igen, Aha, okay. igen, igen, de volt egy kísérőnk, aki jött velünk mindenhova, és, és nekem ez így az elején nem esett le, hogy minket ott kísérget valaki, aztán egy idő után, az lesett, ide amikor elő. így jöttek oda a rendőrök, Aha. hogy a rendőröket leszerelte ez a srác, gondolom adott nekik így zsebbe, hogy ne, nem tudom, ne szóljanak vele a fotózásba, és akkor ezt végigfotóztuk az utcán ezt a sorozatot, ugye alig ruhában, meg mezitláb, meg... Ö, azért voltak ennél lengébb öltözetek is a lányon, és ö, na ez volt az a sor, hogy ö, itt nem használtam semmit, csak a természetes fény, ugye az aranyórába készült, ö, igen, és ez is aztán magazin lett. Oké, okay. mit, mit, látunk a képen? Ez, hogy itt már nem mondhatod, hogy nem volt Photoshop? Hát azt mondtam, csak az arcát füzetusáltam meg, nem fotosom. Fel volt festve a falra ez a... Igen, igen. Aha. Tehát Rabatról azt kell tudni, egy nagyon szép kis városka. Ez a, ez a falon van igen. Ez a, a igen. igen, igen. Hát én azt hittem, hogy ezt oda technikáztad. Na. 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 Okay. Miért én, én, nem? Nem, én akkor még nem tudtam technikázni. Tehát nekem a Photoshop, megtanultam nagy nehezen YouTube videóból a frekvencia szeparálást, aztán ennyi volt a Photoshop tudásom. Ez te én... hogy van, ez merjen? Ez, ez úgy van, merre van. Legyen, van és volt a van, 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 Ez falon volt egy ilyen festmény. Nem festmény. És igen, és azt kell tudni, oh. Rabatról, hogy, hogy kék, meg fehér a, a falak, meg a házak. Tehát ez a kék-fehér dominál, és mindenhol kék-fehér itt az volt a de koncepció. Más, más bocs, más a textúra, tehát ott a, a matrica volt a falon. valami, nem tudom. Olyan, mintha ilyen dombor izé lenne. Ugye? Ja, ja, meg, meg yeah. kicsit, ja, van egy kis hát érfény, meg gondolom talán, a fény amit, is úgy, úgy, Igen, és az volt a jó, hogy egy aranyóra volt, hogy pont oda esett a fénycsík. Úgy akartuk, hogy mintha sétálna az utcán, de hát nyilván meg volt rendezve. Ugye a fehér volt a koncepció aranya kombinálva, tehát aranyékszerek, fehér ruhák. És, és akkor ezt így toltuk az aranyórába. Ugye reggel volt a riadós fotózás, és másnap meg a következő kép, amit szintén egy másik riadba fotóztunk. Ebből is csak ezt a képet hoztam el, ez egy fridakáló um, fridakáló sorozatnak egy része, bejutottunk egy olyan riadba, hát azt kell tudni a riadókról, hogy ezek ilyen, ilyen paloták, és kívülről nem látszik, van egy ajtó, egy vasajtó, valami Mész az ilyen mindenféle kis szűk sikátor utcácskákba, -e bemész csak az egyik ajtón, bemész és, belül az ajton, és belül meg egy palota van, és ez egy ilyen palota volt, hm. ilyen banánfával, meg, meg gyönyörű belső homlokzattal, meg minden. Egy magyar tervezőtől vittem ki az alulról, a vittem ki a, az ékszereket, arra a modellel fotóztuk, és az orosz lány meg még hozzátett ilyen mindenféle dolgokat, vagy a stylistlány lány hozzátett ilyen dolgokat, és akkor így állt össze ez a Frida Kahlo de nem, semmi, még mindig csak nem megbízás volt, hanem... Nem, hogy ezt, ez, még, ezt saját... ez még saját, aha, öröm. aha. saját örömre fotóztuk. Kivizeszte össze a pálmát, mert csak ez az egy vizes. Senki. Ez ilyen volt. <laughs> Tényleg? Ez egy banánfa. Azt hittem, hogy, hogy ez egy ki... banánfa. És ilyen volt. Köcs, a, aki aki kísértiteket, azt a, a helyi modell intézte? Nem. Vagy ö, az? Ő valami ismerős volt, akit a valakinek a valaki a intézett, Ő mindenhova jött velünk. Meg uh -huh. minket, utána már kocsival mindenhova hogy nem császkáljunk ott Csak, hogy így gondolom... Ennyi nő így, nem tudok egyedül igen, legalább. Most, ha a random kimegyünk fotózni, nem biztos, hogy találunk ilyen helyi, helyi védelmet. Meg az a baj... Nekünk nem kell, mert pasik vagyunk, nem? Hát, de, nem de ha a női modellt akarsz kell. fotózni, akkor kell. Hát, majd hát, fotózok a Gábort. Ja, <laughs> hát jó. jó. <laughs> Na, hát lesz, azok, jó. Fehér ruhába és aranyék szerekkel. <laughs> Igen, és a smink e, igazából ezekben a riadókba se olyan egyszerű bejutni. Tehát, hogy ez egy, ez egy, olyan hely volt ráadásul, hogy ilyen nagyon nagyfejes ember, ilyen amerikai nagykövet, meg ilyenek jártak oda. Ez egy ilyen wellness spa központ volt. Mit csinált kint ez a stylist, hogy ilyenekbe belenyúlt? <laughs> Kemény. Én nem tudom. Valakinek. Nem valaki, is akarod tudni, kérdezted, nem érted a kérdést. ismert, és igen. akkor bevitt minket. A táskát nem... itt kellett hagyni, onnan meg elvinni egy másikat, de ne kérdezz semmit. Én nem kérdeztem semmit, én csak fotóztam és örvendeztem, mint a kisgyerek, amikor örül a karácsony ajándéknak, hogy én riadba lehetek, és ilyeneket fotózhatok. És akkor a akkori főnököm visszesen mondta nekem, amikor elmentem, aztán ez az már második marokkói utam, hogy Ildi, mindig olyan helyre mész, ahol nőket ölnek meg, mm -hmm. és hogy hát jó, a projektpénzből összegyűjtünk neked két millió forintot, hogyha véletlenül elrabolnának, akkor ki tudjunk váltani. Így indított útra mm. Marokkóba. aha, oké. Okay. Igen, igen. Úgyhogy nem örült, hogy Marokkóba megyek, mert félt, hogy nem jövök vissza. <laughs> Úgyhogy ez ott készült. Ez kemény. Igen. És akkor a következő kép, a, az már egy művilágos kép, ezt azért hoztam el ezt a képet. Nem, ez, nem ez, amit mondtál, hogy van összönkötve a lány, ez egy másik ez modell. Ez egy volt. másik modell, Aha. igen. A... Bocsánat, mennyi idő van még? M mit mondtam, meddig, meddig érsz? Van időm. Gábor, nek nekem neked is nincs. viszont. Nekem nincs, mert nekem, nekem, nekem így a foglalás, majd másik tudja és uh, Oh, my god. Hát mennyi igen. az Aha. idő? Már három, három óra van, és Aha. Még csak a hetedik képnél tartunk. Nagyon benéztük ennek a, a műsor idejét, és hogy rettentően sokkal több van ezek mögött, a képek mögött, mint azt mi átküldted és ugye ja, átnézegettük, hát. hogy szeretnénk ennek több időt szentelni, szeretnénk jobban belemenni ezekbe a, a képekbe, és hogy már nagyon kifutottunk a, a, az adási időből, meg a, meg a stúdió időből. Én nagyon nem szeretném ezt a ezt nem tudom ti, hogy vagy hogy, hogy álltok ehhez a témához. Gondoltam erre, de nem gondoltam, hogy ilyen mennyiségű történet és, és információ, meg lélek lehet ezek, ezek mögött, a fotók mögött. Én ezt nagyon szeretném bővebben ki, kibontani a következő rész alkalmával. Jó, és nektek is, meg a nézőknek is, akkor ez így megfelelne. Egyelőre akkor itt búcsúzunk, és akkor innen fölveszünk a fonalat egy következő epizódban. Rendben, Jó, nagyon szépen köszönjük köszönöm szépen. egyébként, hogy elfogadtad a, a meghívást, illetve újra ennek remélem eleget tudsz tenni, és uh, akkor mindenképpen maradjatok velünk, mert innen még csupa izgalom jön. Ezzel a lendülettel folytatjuk. Köszönjük szépen, jó, sziasztok! Köszönjük, köszönjük. köszönjük! Sziasztok. Sziasztok! sziasztok.